Sziasztok, ez itt egy újabb tesi-mesi, és itt egy Creeper. Itt van velünk Creeper. És ja, és itt van velünk Ádám, bocsánat. Sziasztok. Elnézést, elfelejtettem. Hol fel? Itt a másik tesók, hallod? Ezek ketten vannak. Ne. Óvatos. Bye, hogy láttad, hogy elmentek? Látom, de... Ne! Hú! Intézem! Te intézd a... Ja, robban. Ne! Üss! Oh. Na, bánsd az a csémet! Hol a másik? Hova tűnt? Lelétszelt, hallod? Megvan. Ja? No. Hova bújkálnak? Nem tudok. Nem tudok megjutni. Mi a meg kreatív? Miért vagyok kreatívban? Egészen kreatívban volt. Nem, tök miért, fel se tűnt, hogy kreatívban vagyok. Várjatok, srácok, várjatok! Mert indexképet akartunk csinálni, és véletlen új maradtam, de fel se tűnt, várjál. Na, most már meg... esküszöm, Ádám. Mit csinálsz? Hallod? Tedd vissza. De nincs nagy... Ja, várj, pont van nálam. Ne üss meg, már alig van életem. Oké. Okay. Normális vagy, Muri? Hát mondom, hogy alig van életem. Na, aludjunk. Jó. Ez mit csinálunk? Ja. Egyébként ez egy tesi-mesi rész, elfelejtettem. Azt csinálom most, hogy gyorsan lerakom a blokkokat, ami nekem nem kell. Ja, de várj, ezek pont, hogy kellenek. Én is 1000 éve nem játszottam, ezért nem tudom, hogy mit csinálunk. Na jó, akkor igazából nem csinálunk semmit. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Nem lesz több tesi-mesi vége. Jó. No, az előző részben az volt, hogy elkezdtük a világított tornyot építeni, úgyhogy ezt fogjuk folytatni továbbra is. Most ez a fő cél, a fő dolog ebben a videóban. És ahogy láthatjátok, nincs bent a shader effekt, ez azért van, mert 1.17.1 verzió van, és ebben nincs benne, legalábbis nem raktam bele. Úgyhogy elnézést kérek, aki esetleg hozzászokott és zavarja, de most újra visszatért a régi Minecraft, és olyan jó, amúgy jó érzés, úgyhogy most egy ideig ebben maradunk. Na, akkor én azt mondom, hogy menjünk, nézzük meg, hogy is haladtunk egyébként. Szerbusztok, kedves lámák! Az akar az ott lenni? Az a világító tornyunk, látod, milyen jól néz ki? Oh. Rácok, már majdnem kész. Olyan, mint valami ugródeszka. Várj, lehet, hogy azt csinálsz. Magas. Olyan rég játszottunk, hogy nem értjük, miért akartunk ekkorát csinálni. Azért, mert így belátjuk az egész helyet. Azért akkor. Olyan picinek tűnsz egyébként hozzánk képest. Gyorsan elkezdjük csinálni. Nektek pár vágás és kész lesz, nekünk 2 év. Több óra. És akkor milyen építsük fel ilyen... Most ebben biztosak vagyok. Nem később visszafordulni, de... Ádám, most mit akarsz még? Akkor mit csináljunk ebbe a sorozatba, ha? Semmit, ha? Mondjuk messzenül rohangálok, úgyhogy ez például lehetne egy opció, hogy felöltözök. Hát nézd már rám, csak egy cipő van rá. Ja, és akkor én mit mondjak? Rajtam nincs sem. Ez az. Jézusom. Megérkeztem. Kiesztegetesz itten. Fám. Vagy fám. És ha nem? Jó, tessék. Normális, hogy még egy ütés és meghalok. Nagyon erősek itt ez a cucc. Mennyi kell amúgy? Várjál, megfelezem. Hát amennyit van. De nekem is kell. Mi ez? Itt építek lent, hát már megnézd már meg volt. És itt kiütöttem 2. Ó, azért ne terred túl magad a lehet. Ó, van egy foloska a falamon, bár elkapom. Hozok egy papucsot, Antti? Ja, itt a papucs! De jó,
számomra. Adam. Ó, oh, hogy büdöset akarom. Adam. Adam. Vagyok. Fa. Tessék? Fa. Mi van a fával? Fa. Nem hallom. Fa. Igen? Fa. Fa. Fatus fürdő? Nincs nálam. Fa. Fa. Nincs fa, hanem szeretnék kérni fát. Amúgy tök jó, hogy azokat a fákat ütöm ki. Miket? Ádám! Milyen? Valami furcsa hangot adtam ki előbb, és nézd, mit csináltam. Ja. De hogy? Várjál, figyelj, nézd! Tudom. De mivel másabb? Úristen, én ezt nem tudtam! Jó, nekem nem kell ilyen. Soha többé nem nyomom meg azt a gombot. Nincs, de... De nem adsz fát, és valahogy kell szerezzem. Szóljál, nézd, tessék! Mi ez a izé? Parkürőrzés itt? Csámpolni kell föl? De amúgy hallod, hagyhatnánk ki is, vicces. Gyerek, gazdaság. Csak az juthat föl, aki megérdemli. Ne! Ne, pont elkaptál? Elkaptál, igen. Menj már innen a vizeddel. Húja! Na, jövök én a tölgyet, csinálom tovább. Ne, légy színe, lök le! Menj odébb! De, Adam, menj már odébb. Hova? Nem akartam! De mi? Adam! Where are you? Come back! Come back! Please! Légy színe, lök le! De nem akartalak ledökni. Mondja, mielőtt lerúg a szírtről. Ez 10 szinten volt, ezt vissza kell pergálnod. Kajak 10 szinten, ott akkor nem megyek, hallod? Hallod? Megöllek. De hogy is, nyugi, már nem megyek le. Ez tudod mit? Tudod mit? Nem kell ilyen nagy... Jó, ez eddig fölmegyünk. Ezt mondom. Jó az úgy. Milyek ide? Minek az ott már nincs, ez csak egy bug. Jó az, úgy így lesz itt, tisztelt, tudod mit, ez se kérdik, de... Amúgy ki volt fákjázva a hely, csak pont azokat a fákat ütöttem ki, amin volt fákja. És nem tetted vissza őket? Nem, begyűjtöttem. Az egy dolgis döntés volt. Na! Pont! Kész. Készen vagyunk. Már csak valami tető kéne. Ilyen csúcsos kéne, nem? Az jól néz neki. Tudod, miért akarok én? Hát azt nem, mert gondolom azért ki akarunk erre állni, nem? Ja tényleg, ilyen kinti kéne, és akkor ilyen kerítéssel körbe. Á! Minek csináltad volna, hogyha ezt nem csinálod meg rá? Hát amúgy tényleg, ez nem is kilátó, hogyha... Jó van! Uram Isten! Nagyon sok szörnyeteg jött rám hirtelen. No! No. Jösszösöm, Ádám. Ki... Ha, hello, Sanyi. Szia... Ne... Sanyi, hagyj el. Áú! Ne... No. Hi, how are you? Ne... Hoppá. Ezt mégis hogy képzelte? Egyébként hallod, itthonról tök jól néz ki. Kivéve az a... Levegő az lebegő cukmuk. Semmi baj. Csak ne gyere a szigetre, jó? Kicsit furcsa ez a... Mer? Csak ne gyere a szigetre, jó? Sanyi, mi most ellopta a fámat? Sanyi! Sándor, mit csinált Ádám? Mondjad, mit csinált? Nem, au! Sanyi, hírek, kérlek, ne bacs! Sanyi, csak... Ne, Sanyi! Ne!
Sanyi, hagyjál! Hogy mi történt itt amúgy? Hol? Mire beszélsz? Hol az ajtó? Meg mi történt itt amúgy? Mire beszélsz? Gyanús nekem ez a frissen rakott föld. Mi? Nem tudsz valamit róla? Mire? Nem látok semmit. Jó. Látod, nem mutatni kell be? Úgy teszek, mintha nem történt volna sem. Hát egyél is, mert nem történt sem. Dam, 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 dam. Hallod, egy csirke bámú. Mi ez a rész, amúgy? Mi ez a rész? Összejök zavarodva most. Mi van? Ki vagyok én? Mi csinálok? Hol? Mi? Ajá, figyelj. Figyelj. Bocs. Á, most kimahatta a földet. Mindig nem. Új. Ez jó. Hol az ajtó? Nem tudom, eltűnt egyszer csak. Felrobban, mi? Nem. Felment. Felment. Felparkűrözött a tetőre. Jó van akkor. De majd nézd meg, lehetettem. Nem már, megoldottam. Na, van nálam zúzott kő kell amúgy? Még föntre? Yes, yes. Akkor tessék. Kérem szépen. Köszönöm. Meg itt van még zúzott kő lap bent. Akkor még szerencsé, hogy most csináltam 4000-et. Ja, hogy 2. Mondom, még 1-2 van. Így van. Ez nagyon szívesen. Ezt a veteményes részünket egy ilyen üvegházzá kéne formálni, és akkor jól néz neki, mert most csak így bleh van. Nos, jól néz ki. Aha. Na, hogy kezdjük? Szerintem... Aha, szerintem mindenkinek egy... Hogy csak egy nem kezdjük a... Kell még nagyon sok fapolli, van nálad? Van. Jó, jövök szunyázni egyet. Amúgy... Ez a világító toronya egy gond van. Hogy ez egy olyan dolog, amit általában akkor csinálunk, amikor megvannak így az alap dolgok, és tudod már csak dekorációkat sem meg ilyenek. Mindegy. Lehet, hogy nincs ruha. Amúgy tényleg. Egy világító tornyot csinálunk. Nem baj. Most ez a rész erről szól, aztán majd a kövivel elmegyünk bányászni, meg ilyen hülyeségeket csinálni. Jó, meg ilyen jelentéktelen tudod ilyen mellék dolgokat. Igen. Most ezen a napon figyelnek, hogy nem csak, hogy ebben a részben, de ezen a napon igen. Meg is csináljuk a világító tornyot. Hát, persze, hogy megcsináljuk. Hát erről szól, ez a rész meg kell csinálni. Addig itt fogunk ülni, nem megyünk se iskolába, nem eszünk, nem kakilunk, nem pisilünk. Mondom majd az orvosnak. Nem hoztam. Mibe haltok bele, Minecraft? Világító. Hallod, nagyon jól fog. Úristen! Vár rám egy vérmes állat lent. Menj! Anyuci! Ja, rád ugrom. Nem, ne foglalkozz vele, Polo. Egy, kettő. No, ne! Kérlek, ne! Kérlek, ne robbanj! Ne, kérlek! Miután ilyen szépen megkerted. Hol van? Biztos valószínűleg nem fogok. Eltűnt. Nem tűnt el! Itt van! Hú! Könyörgöm! Most kérdez csak egy ki. Lehet felrobban. Polly? Kettő támadott rám. Hátulról is jött egy.
Te esküszöm, annyira nem történt semmi baj lent. Lenézzek, vagy... Hát, szerintem mostantól a testimesi összes részében maradjod fönt. Hallod, ezek... összebeszéltek ellenem. Tuti ez volt, hogy Sanyi, hátulról lök meg, jó? Vagy több Pisti. Ne buk. Tudsz feladni követ? Meg fát. Ez, mondom, csak egy kicsi. Építi tovább az ablakot. Hiányzik a negyede a világító toronynak. Építi tovább az ablakot. De hallod, az ablak pont megmaradt egyébként, tök jó. Na jó. Szóval most már nem kell ablak, mert van egy lyuk a falon. Egy nagy panorámás. Ez így nem lesz jó. Gyere aludni. Nem! Nem! Hallod, Ádám? Itt is egy skeleton! Mit akarsz? Nagyon-nagyon sokan vannak. Mi volt ez a nőies hang? Na, ez egy férfias sikoly volt. Gyere csak ide! Hajjá! Te is kaptál egyet oldalra? Én is. Hallod? Majdnem ugyanott. Aha. Tudod mit? Mindjárt! Mindjárt kész a világító törőny! Ó, de cuki vagy. Mi, zavart a felső testem, ha? Igen. Gyere, fejezzük be a világító törőny. Ó, hallod? Nagyon menőn néz ki. Nézzétek, srácok, lányok, milyen jól néz ki. És mennyire feldobja az üveg is. Nagyon jó lett a tető, hallott, tesó? Csak úgy. Majd a legvégén. Vigyázz, üveged! Miért repültem arra? Úristen! Hallott, miért repült? De láttad te is a hulládat? Te láttad, hogy repültem? Hallott, elrepültél a világítótól a végén. De föl a tetejére. Hú, ez de rossz, hogy nem vette. Ó, elrepültél. Mondom, hogy bántatok ezek a creeperök. Hát, Ádám, milyen ruh felsőt adtál, semmit nem ért. Hát ő konkrétan bebújt a felsőt alá, olyan közel állt. Nagyon-nagyon közel volt. Úristen, hallod, nagyon megijedtem. Azt nagyon jó volt nézni. Várjál, hadd csináljam meg. Meg akarom csinálni végre a rohadt ablakokat. Nem hiszem el. Beleszólnak a creeperök. Ám már mióta az ablakokat próbálom megcsinálni, de állandóan a creeper berobban. Utolsó simítás. És kész. Fönt már készen vagy amúgy? Még egy utolsó simítás. Nekem is. De arra meg akarlak várni. Oh my god. It's done. Ádám. Mi a gyere?
majdnem elértem. Úristen, hallod, nagyon jól, gyere, távolabb. De más, hogy ott hagytad a föld szapat. De nem, még nem végeztem. Oh my god, this is... Van valami, ami még jobban fog kinézni? Jól van, már. Jövök. Gyere. Fönt mi lesz itt fönt? Jövök. Puk, puk, puk. Na. Így. Ja, azt hittem, az is benne van. Oh my god, this is so cute. Ta-ta-da-da! Kész a világít a torony! Oh my god, look at this világít a torony, look at this. Távolról is meg kell nézni. Ezennel hivatalosan is kész a világít a tornyunk. Építek egy másik világít a tornyot, hogy láthassam távolról. Na jó, hallod? Nagyon jó. Nagyon szép. Nagyon menő. Na jó, gyerekek, ezt meg kell nézzétek. Körbe repülöm. Na ez. Na ez igen. Ez, amúgy ez. Amúgy jobb lesz, számítottam. Egyet értek. Rendesen jól néz ki, srácok. Lányok, hogyha nektek is tetszik, mindenképpen nyomjatok nekünk egy lájkot. Mert ez itt. Ez egy mestermű. Büszke vagyok. Hallod? Telibát tudnánk menni innen arra a szigetre. Rágondolom. Azt gondolja. Szóval köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy tetszett. Szerintem baromi jól néz ki egyébként ez a világító torony, meg nyilván láttátok szemlélő módba is, hogy iszonyú jól néz ki, úgyhogy nagyon reméljük, hogy tetszett. Ha tetszett, és szeretnétek még tesimesít, akkor nyomjatok mindenképpen egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha még nem voltatok, és nem vagytok. És a következő részben majd nem világító toronyot fogunk csinálni, hanem megyünk tovább felfedezni a szigeteket, kalandozunk, érceket keresünk, mert csövesek vagyunk, látjátok, nekem nincs nadrágom. Ádám, rajtad sincs nadrág, úgyhogy nem is nézek rád. Most szóval itt van mit csinálni, úgyhogy megyünk majd felfedezésre, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztetek, a következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!